Látványos és ártalmatlan kísérlet a gázzal felfújt szappanhabos kéz felgyújtása. Nagy István a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium kémia, fizika és néprajz szakos tanára azt mondja, szereti felkelteni a diákok figyelmét a tudományok iránt. A tehetséggondozást pedig kiemelkedő fontosságúnak tartja. Számos tanítványából lett orvos, tanár, kutató és mérnök. Ez a legfontosabb, hogy a gyereket rávezessük, hogy mi a gyereknek a lehetősége, utána pedig, ha látjuk, hogy a gyerek érdeklődik ezen gondolatok iránt, akkor segítünk neki. És a tehetséggondozás az itt kezdődik. Nem tudunk mindenkit megtanítani kémiára, de nem is kell. Tehát az átlag ember csak egy általános műveltséget fog kapni kémiából, és aki pedig orvos akar lenni, vagy állatorvos, az nagyobb mennyiséget. Kiemelkedő teljesítményt nyújtó kémia, fizika iránt érdeklődő diákjaival önálló projekteket szokott kezdeményezni a tanár. Ilyen volt többek között az, amikor szigetüzemű napelemet hoztak létre az iskola udvarán, amely alkalmas a mobiltelefonok feltöltésére. De voltak a svájci CERN részecskegyorsítóban is. Ez azért a világ első 10 helyén benne van. A tudomány területén, ott úgy jártunk, és magyar idegenvezetéssel is néztük a szétszedett detektorokat, vagy az, hogy Szegeden tudunk kutatni a kémia tanszéken, ez mind-mind egy többletet nyújt a gyerekeknek. Az is Nagy István nevéhez fűződik, amikor a periódusos rendszer 150. évfordulóját egyedi tabló elkészítésével ünnepelték meg a gimnáziumban. 118 elemet egy-egy diák tanár képviselte. Miként a tanulók által formált óriás periódusos rendszer kirakása is a kémia szakos tanár ötlete volt. Nagy István munkásságát az Állami Olajipari Vállalat Mesterem díjjal ismert el 2021-ben. A kuratórium ezt az elismerést korábbi tanítványaik jelölése alapján ítéli oda 10 kiemelkedő munkát végző tanárnak és utánpótlás edzőnek. Tolna megyében még Harsányi Mária, a Szekszárdi Kosárlabda Sportklub edzője kapta meg ezt a díjat.